Szakmai munkaközösség megalapítását tűzték ki célul a Tatabányai Egyesített Bölcsödék által szervezett rendezvény résztvevői. Ennek létrehozására azért van nagy szükség, hogy az intézmények által nyújtott szolgáltatások egységesebbek, színvonalasabbak, működésük neveléscentrikus és modern szemléletű legyen, mondta el a tanácskozás házigazdája Farkas Tünde, a Tatabányai Egyesített Bölcsödék vezetője. A tanácskozást Turainé Jón Katalin alpolgármester nyitotta meg. Olyan intézményről van szó, ahol a tündéri kis csöpségek megkezdik az életüket, és azt gondolom, és ezzel az idézettel is kezdtem a mai mondani valómat, hogy nagyon sok esetben már nem emlékszünk arra, hogy egykor ki mit mondott nekünk, viszont emlékszünk arra az érzésre, ami abban a pillanatban keletkezett bennünk. És azt gondolom, hogy ez leginkább a bölcsödékre vonatkozik, amikor is a kisgyermek az édesanyja ölelő karjaiból úgymond idegenek közé csöppen be, és nagyon fontos, hogy a bölcsödében dolgozók hogyan tudják a fájdalmát, esetleg a szorongását, a szomorúságát enyhíteni azzal, hogy egy ölelő karból ölelő karba megy, és odafigyelnek minden igényére, hogy egy gyönyörű környezetet alakítanak ki neki, ahol az esztétikai érzéke is fejlődik, illetve második otthonává válhat ez az intézmény, hiszen azért a napjuk nagy részét itt tölthetik. Az eseményen ott volt az Emmi család és népesedés politikáért felelős helyettes államtitkára Fűrész Tünde is. Úgy gondoljuk, hogy a gyermekek napközbeni ellátása az nem egy rászorultsági alapú ellátás nyilvánvalóan, hanem a családokat segítő, a családokat támogató ellátásról van szó. Miért tartjuk fontosnak azt, hogy a napközbeni ellátás minél inkább megerősödjön, minél inkább hangsúlyos legyen a kormányzati politikában? Nyilván azt már az elmúlt évek során is többször hallottuk, hogy a kormány alapvető és legfontosabb célja az, hogy munka és család alapú társadalmat építsünk, a gyermekvállalás támogatása, illetve a munkahelyek létrejöttén védelme, ez mindenképpen egy kiemelt terület. Nemzetközi tapasztalatok alapján látjuk, hogy azokban az országokban, ahol a munka és a családnak az összeegyeztetése megvalósul, ott sokkal több gyermek is születik, ami nyilván népesedés politikai szempontból nagyon fontos dolog. Magyarországon 800 bölcsöde működik 38 ezer férőhelyjel. A Magyar Bölcsödék Egyesületének vezetője bízik abban, hogy az erkölcsi mellett az anyagi megbecsülésük sem várat sokáig magára. Én azt látom, hogy az erkölcsi megbecsülése egyre inkább nő. Egyre inkább tudja a döntéshozók, hogy nagyon nagy szükség van magyar családoknak a kisgyermeknevelőre, a bölcsödékre. Ezt természetesen követni kéne az anyagi megbecsülésnek is.